Következzen pedig ezután a makroprudenciális politika, ami ez a pénzügyi stabilitás, ami hát látszik itt ez a rettenetes definíció, de hogy a 2008-as válság után ez egy ilyen reneszánszát éli ez a terület, hiszen korábban mindenki úgy gondolta, legalábbis a 80-as évektől kezdve, hogy egy liberalizált bankrendszer, amelyet valamelyest felügyelnek, az teljesen jól fog tudni működni a piac fegyelmező erői nyomán. Hát ezt 2008-as válság azért megmutatta, hogy a piac fegyelmező erői azok igencsak sajátosan működnek, és nem szeretnénk erre támaszkodni kizárólag. Úgyhogy ennek következtében ezt a pénzügyi stabilitást, ami igazából a pénzügyi közvetítő rendszer, illetve az infrastruktúra működőképességét takarja, ezt az alábbi módon igyekeznek elérni. Ebben az esetben, tehát a mikroprudencia, hogyha valaki hiányolja, hogy miért csak makroprudenciáról beszélünk, tehát mikroprudencia lenne az, amikor egy pénzügyi felügyelet ellenőrzi a kereskedelmi bankoknál és egyéb pénzügyi szereplőknél, hogy ők megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek, és azt betartják ezt. Makroprudenciáról akkor beszélhetünk, hogyha a nagy képet is vizsgálja valaki a gazdaság szempontjából, tehát hogy rendszer szinten milyen pénzügyi kockázatok jelennek meg, mert lehet, hogy mondjuk egy ország teljesen jól elműködik jogszabályok szerint, csak éppenséggel mondjuk a külső kitettség a bankszektornak akkor, hogy mondjuk egy válság következtében megálló tőkebeáramlás, az lehetetlen helyzetbe sorolja őket, hiszen nem tudják megújítani a lejáró külső adósságaikat. Tehát hogy ezeket úgy jobb felmérni, valamint ennek tudható be, hogy a korábban jellemzően függetlenül, jegybankoktól függetlenül működő felügyeleteket, bankfelügyeleteket szépen elkezdték a jegybankok részévé tenni. Ebből a szempontból a csehek élen jártak, hiszen ők még a 93-tól rész a bankfelügyelet a cseh jegybanknak, és utána több ilyen tőkepiac és egyéb felügyeleteket is beágyazták a jegybank alá, tehát ott van egy külön jegybanki alelnök, aki csak a felügyelettel és makroprudenciával foglalkozik, tehát ők gyakorlatilag feltalálták ezt intuitíve. És korábban senki nem szerette őket ezért, tehát az IMF is rendszeresen megfette őket érte, de 2008, hát inkább 2010 óta senki nem szól ezért, sőt, látható, hogy ezután a másút is megtörtént ez az intézményi érés. Tehát, innentől kezdve a jegybank nem csupán látja az információkat, mint ez korábban is tette, hanem miután van felügyeleti ága, ezért képes hatást is gyakorolni a bankokra, tehát tud szabályozói eszközökkel élni, ami nem feltétlenül büntetés, de hát tudjuk, hogy ez is lehet. Úgyhogy ebben az esetben cél az, hogy túlzott hitelnövekedést elkerüljék, megakadályozzák, likviditási kockázatokat kezelni tudják, belföldi devizában, külföldi devizában, tudjuk, hogy egy lényeges tétel, akkor túlzott koncentrációt igyekeznek elkerülni, hiszen akkor fellép a too big to fail-nek az esete, aminek hát a 2010-es változata az, hogy too big, és utána pedig, hogyha kikonszolidáljuk, akkor államcsődőt okoz. Tehát most már igazából inkább ez a probléma a koncentrációval. Téves ösztönzők korlátozását próbálják elérni. Tehát az, hogy mondjuk menedzsereknek, értékesítőknek ne adjunk olyan ösztönzőket, ami érték, vagy a hitelezésben érdekelté teszi őket, addig a hitelezés zajlik, de az, hogy utána ezt visszafizeti valaki vagy sem, az már különösebben senkit nem érdekel. Tehát boldog-boldogtalannak hitelt nyújtanak, és utána ennek a bank, illetve az állampolgárok eszik meg a, vagy látják kárát. Illetve fontos még, hogy a szisztematikus, tehát rendszer szintű kockázatok, illetve pénzügyi infrastruktúrának a kérdéskörét kell kezelni. És utána itt a különböző tőkekövetelmények, likviditási tételek jelennek meg. Akkor ezen belül viszont ki kell emelni a EU-ban működő hát egységes felügyeleti mechanizmust, ugyanis gyakorlatilag ez egyfelől EU tagállamok számára opcionális, eurozóna tagok számára viszont kötelező. Hát miből fakad ez?
Egyfelől abból, hogy az EU-n belül tudjuk, hogy szabad a tőkeáramlás, melynek következtében határon átnyúló bankhálózatok és hát kötvénybefektetések jöttek létre, állampapírpiacon is jellemzően. Még hogyha megnézzük, hogy mekkora ez a piac, akkor látjuk, hogy 2018-ban a hitelintézetek száma az hatalmas volt, tehát körülbelül hát meghaladja, eléri a 3000 bankot a tagállamok összességében. Hogyha az eurozónára nézünk rá, akkor mondhatjuk azt, hogy hát nagyjából 2000 hitelintézet van, és nagyjából ezekből 300 szokott az Európai Központi Bankkal kapcsolatba lépni, monetáris, vagy hát üzletvitele során. A többiek túl picik, tehát ők csak a tagállami jegybankokkal állnak kapcsolatban. És akkor utána bankunió, tehát mondtam, eurozónára ez kötelező, viszont a többi tagállam számára is nyitva áll ennek a lehetősége. Itt igazából ez három lábból áll, az egyik az egységes felügyeleti mechanizmus, másik az egységes szanálási mechanizmus, a harmadik pedig az európai betétbiztosítási rendszer. Az egységes felügyeleti mechanizmus jelenteni arra a megoldást, hogy egyes kereskedelmi bankok mondjuk a különböző, hát nem feltétlenül jó eszközök bankon belüli vagy bankhálózaton belüli mozgatásával, könyvelésével ne játsszák ki az egyes felügyeleteket egymással szemben, ugyanis hát korábban el lehetett azt követni, hogy egy bankot különböző leányvállalatait az egyes tagállamokban csak az adott tagállami felügyelet felügyelte, mert mindenki gondolta, hogy ez bőven elég lesz. Viszont hát lehetséges az, hogy mondjuk minden egyes tagállammal megfelelünk a jogszabályoknak, tehát ma mikroprudencia szempontjából tökéletes helyzetben vagyunk. Csak éppenséggel a bank nagyon szépen rohad, ugyanis makroprudencia szempontjából eléggé el van úszva, és annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki, vagy ne lehessen kihasználni ilyen szabályozói arbitrázsokat, valamint az egyes tagállami felügyelet vakságát az összes többi tagállamban megvalósuló ügyletekre. Ezért az Európai Központi Bank közvetlen felügyelete alá rendelték a jelentős bankokat. Hát ez legutóbbi információk szerint 124 bank, tehát látjuk, hogy abból 300-ból, vagy abból a 2000-ből, vagy teljes mintát nézve, potenciálisan kb. 3000 bankból viszonylag kevés bankot felügyel közvetlenül az Európai Központi Bank, viszont ők azok, amelyekre tényleg érdemes odafigyelni, tehát itt igazából az eszközállomány meghaladja a 30 milliárd eurós szintet, határon átnyúló eszközök értéke meghaladja az 5 milliárd eurós szintet, valamint hát ide le kell még kerülni abban az esetben, hogyha az Európai Stabilitási Mechanizmustól kap az adott tagállam, illetve a tagállamtól az adott bank forrásokat a működéséhez. Természetesen az eurozónán kívüli tagállamoknál tapasztalható elsősorban a visegrádi országoknál egyfajta ellenállás, tehát a cseh, lengyel, illetve magyar jegybank kapcsán, hiszen itt azért fennáll az a probléma, hogy egyfelől a felügyeletét elveszíti ebbe az esetben a jegybank a jelentős bankok esetében. Tudjuk, hogy a régióban eleve alapvetően a külföldi hátterű kereskedelmi bankok dominálnak, ami mondjuk persze jó, mert nem nekünk kell konszolidálni őket, hogyha bajba keverednek, mert ott van az anyabank, ami ezt megteheti. Viszont ezáltal igazából jelenleg is nagyon kicsi az a ráhatás, amit gyakorolhatnak ezek a jegybankok a saját bankrendszerükre, ezt gyakorlatilag elveszíthetnék. Valamint hát fennáll az a probléma, hogy viszont miután nem tagjai az eurozónának ezek a bankok, vagy ezek az országok, ezért az európai stabilitási mechanizmust, ami hát egyfelől ilyen félig meddig bankszanálásra is használható, vagy bankmentésre, vagy hát ennek következtében az adott tagállamnak is a fiskális kimentésére, ezt ők nem tudják használni. És akkor hát látjuk, hogy a bot az ott van, átkerül az ECB kezébe, viszont tagállamok nem kapnak répát, úgyhogy ennek eredményeképpen ez a bankunió, ez ilyen kicsit féloldalasan alakul. Hát ha már répánál tartunk, akkor ez az egységes bankszanálási mechanizmus azért nagyon szépen néz ki, hiszen tudjuk, hogy
Egy-egy nagy bank mérleg főszege az vetekszik egy tagállam GDP-jével, tehát hogyha megmentünk egy jelentős bankot, akkor hát könnyen járhatunk úgy, mint az írek vagy a spanyolok, hogy a korábban ilyen GDP arányosan 30-40% körül tanyázó államadósságunk az átlépi a 100%-ot, és mondjuk ilyen 120-130%-ra ugrik néhány hónapon belül, ami hát államcsődöt eredményezhet, hiszen ekkora, mondjuk GDP 100%-át kitevő államkötvény állományt instant eladni egy egyébként is stresszes és likviditás hiányos, válságos kötvénypiacon nehéz lesz. Ha csak nem tripla a minősítésű, mert akkor persze mindenkit meg fognak, vagy mindent meg fognak venni, de sajnos ilyen korlátában nem ez a helyzet. Annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő, ezt a szonálási mechanizmust igyekeznek létrehozni, hát itt azért 23-ra, 3 év múlva töltődik fel oly módon, hogy az összes hitelintézetnél elhelyezett betét 1%-át irányítják át ehhez az alaphoz, és ez az alaphoz akkor lehet hozzá nyúlni, hogyha a bank veszteségeit először a részvényesek viselik, tehát elég a mérleg főszeg 8%-a, akkor utána lehet a először a tagállami szanálási alap, majd pedig utána ez a egységes szanálási mechanizmusnak a forrása is igénybe vehetőek 13%-os szintig. Hát ezt azért ne próbáljuk ki egyelőre, mert konkrétan még nincs feltöltve ez az alap, meg az az 55 milliárd euró az azért viszonylag vékony kattát. Egy nagy olasz bankválság esetén, hát ez egy zseppénz. Úgyhogy, tehát ez tényleg ilyen nem túl nagy rendszer szintű válságok kezelésére használható, de legalább lesz valamilyen, mert egyelőre még ez sincs. Hát valamint van az európai betétbiztosítási rendszer, de betétbiztosítást azt szerintem már ismeritek más tárgyakból.